2016. július 27-e, Tarjáni tábor, mínusz egyedik napján érkeztünk. Illés Tibor és csapata és egyéb többi alkoholista csillagászok már réges-régen megérkeztek. Egyedül Illés Réka tartja a frontot kakaóval. És most ezen mi segítünk. És mi is beállunk a hajrá és éljenek a magyar tehéngazdák és tejtermelők című csapathoz. Igen? Igen. Ezt tudjuk. Azért nem is iszunk pálinkát. Húj. Hát kiváló pálinka ülepítő. Ugye? Igen, pálinka ülepítő brigád. Nem, a tej. Csepp tej és már le is ülünk. Hát meg mi is. Egy csepp tejtő már mi is lennünk. Te, elfogyott. Ne, nagy képüsködjé, tehát ne, olyan nincsen, tehát nem három pálcák, négynek kéne lenni. Hát négy van azzal együtt, amit te előtted vele most. Hát ez itt a nem minden. Na várjál, szegélyek, belerakjam, hogy... Fogalmam nincs, hogy mit kell csinálni, már régen raktam össze. Fogalmam. Várjál, majd úgy nagyjából megpróbálom megoldani. De itt az izébe, ebbe bele kell. Van ilyen alja? Ja, igen. Igen, abban az alsó tűcnibe. Az, ja. Rak bele a buttyot. Rak bele a belevalót. Így van. Üzem, ha beleraktad? Tűzt, akkor én azért nem tudom. Akkor stütz. Kész? Oké. Okay. Első stütz kész. Első stütz. Oké. Ez hülyeség volt most amúgy, de mindegy, döntsük el. Faszán. Oké. Okay. Abis átra nem érnek semmi van. Nem. Foglalkozom. Át kell tűzni az összes többi tűz. Ezek már mind egyformák. Tibor lehet itt aludni? Tehát? Igen, ott alszik. Ja. A kocsira vigyázz. Távolpasztja motorázt. Jaj, várjál, hol lehet a vége? Jaj, nehogy a Tibi fejére. Jaj. Még a végén itt a séró báró. Oké. Béláim. Kell a lukja? Gondolkodjunk. Pohárnék. Te fogd, én dugom. Én kompatibilis vagyok az ilyen sátorpaposásra. Kedves nézőink, kettő darab szerencsétlen ember szerencsétlenkedését láthatjuk, miközben a háttérben csendes, nyugodt vallási dallamokat énekelnek az hamarosan eltávozó hittantábor tagjai. A fiúk szeme elmerült abban, hogy érdekes emberek érkeztek nagyon-nagyon karcos autóval. Rád Zoltán, a dugószekció oszlopos tagja megpróbálja behelyezni azt a szerkezetet, amelyből igazándiból egy sátor része fel tud állni. Rád Zoltán megfeszített izmokkal és megfeszített arccal próbálja megoldani azt a lehetőséget, amellyel valójában egy titáni és herőtős közdelemmel el tud készülni egy sátor. Őseink, eleink valamikor egy mamutot leültek, legyilkoltak, mint a szar, 2 perc múlva állt egy kunyhó. Ezzel szemben 21. századunk igazán oszlopos és... Kedvezményesen 3-4 mamutért. 3-4 mamutért szeretnének egy sátrat venni, de az a baj, hogy kis hazánkban mamutok már abszolút kihaltak. Most megpróbálunk ki, nem tisztelettel, kedves nézőink, ráközelíteni egy férfi felsőtestre, melynek alapvető, alapvető részét láthatjuk ennek a férfi felsőtestnek, a pöcsre ráboruló zsírlebergyeget. Ezt hívják egyébként sörhasnak. De hát az izom, nem látom. De tulajdonképpen ezt mindenki leszarja. Nem látod, egy izom. Felül emelkedve a történetek tetején Rád Zoltán herőkös közdelmet folytat az iszonyatosan hosszú pálcával. Tulajdonképpen lehetne, hogy akár még sütnénk is rajta egy kis szalonnát.
mert ez a pálca kínai termék. És visszaadnám a szót és a hangot az építkezés vezetőjének. Mert ha nem dugod, akkor szétesik, tudod? Igen, tehát azt mondja, ha nem dugod, akkor szétesik, de nem érdekes, egy kicsit szexuális tartalma, sátor állítás, de hát erre szarunk rá. Következő dugás sem. Következő? Háttérben lelkes közönségünket látják. Gazdag Attila izzad, mint állat. Miközben Rácz Zoltán már Rióra készülve csúcs döntésre megemelte a 1,4 grammos súlyt. Ez bennünket sújt, de hát azért haladunk. Most megnézzük azt az álláspontot, amikor az építkezés vezetője, kiállítója, tervezője megpróbálja a küretet végrehajtani. Ráközelítvén kezére egy Rolex karórátor mentes férfi kezet láthatunk, megdugván egy kínai sátrat. Bet! Innentől kezdve több utód már nem létezik az a családban. Nem is kell. Nem tervezték. Papot azért hoztuk magunkkal. Hát, háttérben a fiúkért imádkoznak a hittantábor távozó résztvevői. Lassan dug. Várjál, ki ne bökje végén. Nem böki? Nem böki-böki? Dugi-dugi. Jó? Jó, kábé. Dugi, áli. Úgy. Persze, nem hátra nem megyünk. Lehet? Kompromitáló fotók azért, most a kocka hasamról most nem azért, tehát... Itt van a repedés. Mehet? Itt nagyon lassan, mert már tavaly elrepett, vagy tavaly előtt. Tavaly előtt elrepett. Mikor teszteltük? Nem, még az volt. Mivel meghúzta, aztán beakadt ebbe a szarba, tudod. Azt elrepetett. 18-as karikát rá fogjuk lenni a felvételre természetesen. Jó, rendben. Okay. És a vétel, igen? Jó. Igen. Várjál. Ezt húzzad szépen azt a eredőn. Nem, ez a vége, mert ott már van. Tibi, minden dokumentál. Gyakument. Na, menjek át, tudsz előbb, nem kell? Ott akaszd be azt a szart. Mindenki értse. Ott alul lenne. Ja. A szart természetesen X-el hangzott el. Szart. Szara. Van. Megvan? Van. Oké, fogjad, hogy nehogy kicsusszon. Oké. A másodikat is ebbe kell, nem? Belakasztani. Igen, nem a... Igen. Már van még egy. Te beakasztottad? Szétcsúszva? Ja, várja. De. Okay. Várja. Hogyha van. Mi lesz a fiú? Na velem? Van? Igen. Ott a sátor. A testén kérdeztem helyileg. Akkor most várjál. Azt ott kicsúsztam, várjál! Kicsúsztam, várjál! Igen, lecsúszott vagy, basszus! Nem eléggé, oké! Nem van. Nem vagyok. Nem vagyok a szaktépsorba. Bajság van. Nem beszartam, nem azért. Igen? Kitárgyaltuk a sorsodat. Fogja az elejét! Jó! Jó? Meddig... Fentartom az első keresztet. Áááá, most bazdnek! De a végét ne fog meg, azt engedem, mert jó. Hátrább léptetni. Jó? Most az elejét fogom. Az elejét nézd meg, hogy meddig ér ki.
Hogy meddig ért? Hát, hogy mennyire. Na, még jöhetünk erre a sátrak felé. Nem nagyon akarunk, mert ki is kell feszíteni. Heroikus közdelem, heroikus. Tehát ehhez képest a normandai partaszállás kutyafasza. Az biztos. Oké, várjál. Mert ugye ott még lesznek mozzagok, tehát arra figyeljünk. De még jöhetünk ám erre. Még lehet, jöhetünk. Tibor, meg tudsz ebbe kapaszkodni? Egy pillanatra úgy. Tehát ez a szar, amikor a ártatlan operatőrt beveszik hát a buliba. Kihasználjuk, mocskos módon kihasználjuk az ártatlan operatőröket. Következésképpen a felvételen semmi nem fog látszani a küzdelemből. Lehet, hogy ki van szedve. Nem áll. Komolyan nem tudom. Schwarzeneggert meghazudtoló erővel és lelkesedéssel, szabad kézzel képes lenyomni egy gazdag Attila nevezetű sziklás talajba. Attila, hogy? Hát de most ezt ki fogod húzni a hátulját. Nézd, nem, a meg. Tibor, kérlek, sörpada van, és planetarista istenek szőrös gyöngye. Az, amikor az operatőr keze tartja az egész komplexumot, a svájci CERN ehhez képes kutyafasza. Itt fog most eldőlni a világegyetem legnagyobb kérdése. Vajon létezik-e a sötét anyag? A sötét anyag mondjuk a körmeim alatt van. Elindult! Elindult a sátor! Elindult! Szinte Darth Vader-i magasságokba emelkedve. Már ferdítenek az igazságon, már ferdítenek. Az operator körme, alatt a sötét anyag. A háttérben a lelkes szurkoló társaság eléggé el nem ítélt a módon próbál szurkolni. És itt az Isten! Megjött! És Istenünk hóna alját is láthattuk, mely teljesen szőrös volt. Amely egyébként oldalhelyes. Istenünk operatőr átveszi tőlünk. Igen, azt átadom. Rudazatot. Hüvelyk új fogásos. Azt mondja, hogy hüvelyk új, de egyébként hüvelyről van szó, mert nagyon ki vagyunk már éhezve. Háttérben az elnöki autó. És ismételten láthatjuk, ahogy Schwarzeneggeri magasságokba emelkedve lenyomta a cöveket. A kőkemény beton a 3 éve a Góbi erdő helyén létesült sivatag kőkemény talajával! Ez az, Attila, mit tudod csinálni? Benne van. Kész. A sátorépítő csapat szerényen meghúzódva a háttérben a legfőbb ember szintén szőrös honaljal tartja azt a szerkezetet, amelyből egy iszonyatos oratórium méretű gigantikus hatalmas szerkezet fog megvalósulni. Ők azt hiszik, hogy nekik ez jó, pedig nem. Mert ők még nem éltek át monszunszerű esőt. Háttérben hatalmas ováció. Felvételünk világtörténelem legnagyobb képei közé tartozik. Valamit rejthet maga a csomag. Onnan fényképezünk, rozsdás vasakat láthatunk. Rozsdás vasak nélkül egy sátrat nem lehet felállítani értelmesen. Ben Hur a lovakat. Ben Hur, és elpróbál szállni maga a szerkezet, de heroikus közdelemmel hősünk nem engedi. Arcán iszonyatos erő tükröződik. Bár lehet, hogy nem nagyon kap levegőt, mert bevasszol már, mint az állat. Látod, a óriási. Hogy hol tegyem a srácra? Pont jó lesz. Még rá is hagytam. Jó. Oldozz fel, anyám, védkezd. Már rejt.
Várjál, mit kezdtem az videóba, az meg? A zombi. Hol? Jaj, jaj, jaj.